Falansztár világa címe annak a tárlatnak, amelyet szép számú érdeklődő jelenlétében nyitottak meg csütörtökön délután a Székelyudvarhelyi Ház Rezső Múzeumban. A jelenlévők között sokan egykori osztálytársak voltak, hiszen a kiállító Guido Szende a középiskolát a Dr. Pallo Imre Művészeti Szakközépiskolában végezte el. Miklós Zoltán múzeum igazgató köszöntötte az érdeklődőket. Beszédében újfent kihangsúlyozta, hogy a Ház Rezső Múzeum nyitott a fiatal művészek munkássága előtt, és ez a tárlat is ezt említeti. Folytatjuk azt a sorozatot, amelyet minden egyes eddigi ebben az évben megtartott kiállítás megnyitókor hangsúlyozni szoktunk, hogy ez a fiatalok éve, hál' Istennek óriási merítés van, és tehetségmennyiség van a városban. Ez egy olyan harmadik kiállítás ebben az évben az Udvarhelyi Múzeumnak, amely ezt a lényeget szeretné kihangsúlyozni és előtérbe helyezni. Guido Szende munkásságát Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész méltatta. Kihangsúlyozta, ez a 25 éves alkotó a mindenképpen nagybetűsnek ígérkező kortárs művész szellemi profiljának arculatát tükrözi. A gondolkodó és teremtő emberé, a nagybetűs művésznő és egyben a nő művészé, a világ dolgain töprengő, annak történéseit számon tartó, ugyanakkor a történések kimenetelét számon is kérő alkotó értelmiségének a világa jelenik meg bennük. A kiállított képek nagy változatosságot mutatnak, sokszínű technika segítségével adnak képet a fiatal művész lelkivilágáról, világlátásáról, hangzott el az ünnepélyes eseményen. Guido Szende képzőművész tárlata május 7-ig látogatható a Ház Rezső Múzeumban.